ételezzük fel, hogy abban a szerencsés helyzetben találja magát az ott HR vezető. Hogy ezt megoldottuk. Hogy ezt legalább részben megoldottuk. Ugye láttam már azt, amikor nálatok volt egy ilyen lépés, és hogy milyen rettenetes küzdelmek volt, de megugrottatok annó az egyik ügyfél. Szuper. Találnak valamennyi időt. Hogyan védje meg ezt a HR vezető, és hogyan kezdje el átcsatornázni olyan irányba, hogy amikor előkerül a felső vezetésben a döntés, hogy akkor hozzuk be az első agile coachot a szervezetbe, hogy állítson át minket, addigra már ne csak meglepetések legyenek, hanem valamilyen fajta felkészültség. Nyomokban legalább. Azt gondolom, hogy a teljes HR-nek a felkészítése elsősorban nagyon fontos. Tehát, hogy a menedzsment után talán én azt mondanám, hogy az HR-nek a felkészítése azt, hogy értsék mi ez. Mert hova fognak először menni az emberek? Vezetőkhöz és a HR-hez. Tehát őket tanítsuk meg először az Agile módszertan szemléletére, eszközrendszerére? Hát valahol ez nagyon elől kéne, hogy legyen ebbe az egész átállásban, ugyanis onnantól kezdve, hogy elkezdünk, azt mondjuk, hogy szervezetet fejlesztünk, átalakítunk, hova fognak rohangálni az emberek, menedzsmenthez, HR-hez. Na most, ha a HR nem tud arra válaszolni, hogy ezt most eszik, isszák, mit csinálunk, mi változik, hogy változik, hogy lesz az én szerepem, mind meghalunk, mert ugye ilyenkor klasszikusan az jön elő, hogy össze fog omlani a cég, kész, vége. Jönnek az egzisztenciális félelmek. Jönnek a félelmek. Hogyha nincs kész erre a HR, és nem tud rá válaszolni a HR ezekre a problémákra, akkor már van egy nagy gondunk. Oké, tehát először tanítsuk meg a HR-es kollégákat, hogy mi lesz ez Agile. Így van. És akkor felfogják, megértik, rendben van. Lesznek majd fordulóra. Utána jön az, hogy ráfordulunk arra, hogy bizony az embereket is fel kell erre készíteni. Ugye van a Peter Drucker, aki ezt rendszeresen elég sokszor elmondta, egy nagyon híres mondatoskája arról szól pont, hogy ugye a stratégiát a kultúra reggelire megeszi. Gyakorlatilag, hogyha az embereket nem rakjuk rendben, nincsenek felkészítve rá, nem nyitottak. Tehát nem találjuk meg azokat a változásügynököket, nem tudjuk, hogy elterjeszteni egyáltalán szervezetbe ezt, erre a nyitottságot és a változásra való képességet, illetve azokat a mindseteket, skillseteket, ami egyébként az Agile-hoz kell, akkor nem lesz alkalmas maga a szervezet rá, hogy átalakuljon. Oké, tehát akkor HR vezető vagyok, szabadítsak fel erőforrást valamilyen úton, módon, akár például tudok felvenni esetleg embert, igen, vagy és digitalizálom a feladatoknak egy részét, automatizálom, hogy koncentrálsak a lényegi dolgokra, felkészítem a HR-eseket, megtanítatom nekik, hogy mi lesz az egész módszertan, és hogyan kell majd nekik segíteni, meg válaszolni a kérdésekre, amikor majd jönnek hozzájuk, és ezután végigmegyek szépen a szervezeten, és egyénenként beszélgetve, vagy valamilyen úton, módon megpróbálom megtalálni, ahogy mondtad, a változás ügynököket, tehát azokat, akikre majd rá tudok mutatni, hogy hello, kedves Agile Coach, a Bélával, a Gézával és a Gizellával beszélj először, mert ők azok, akik szerintünk már a legfogékonyabbak rá. Ugye van egy hivatalos szervezeti struktúra, és igen, van egy nem hivatalos szervezeti struktúra, és ebben a nem hivatalos szervezeti struktúrába kell a Bélát meg a Gizellát megtalálni, mert ők azok a hiteles emberek, akikre a többiek hallgat. Ezt a HR vezető csinálja? Nem árt, hogyha a HR vezető legalább be van vonva. Aha. Tehát, hogy ezt azért hálózatkutatásnak hívják, ez már megint egy külön tudomány, vannak erre nagyon jó applikációk, megoldások. De gyakorlatilag, hogyha tudjuk, hogy kik ezek az emberek, akkor ott bizony a HR-nek, meg az Agile Coach-nak ezekkel az emberekkel van dolga. Uh-huh. Nem is kevés, mert hogyha ők nincsenek meggyőzve, akkor a szervezetet is irdatlan nehéz lesz. Tehát, hogy kétszer akkora energiával, ha nem többszörös energiával kell meggyőznünk. Az meg nyilvánvalóan drága. Az meg drága. Sokáig tart, és könnyen elbukik. Tételezzük fel, menjünk tovább. Felkészítettem az embereket, jött az Agile Coach, teljesen meg volt lepődve, és hallali boldogsággal, hogy végre valaki, ahol, végre egy hely, ahol fogadják, és nem pedig először neki is be kell törni a dolgokat. Szuper. Fog-e változni a szervezet összetétele? Nem is azt mondom, hogy tisztul-e,
De várható-e fluktuáció például? Oké. Okay. Ez a rövid válasz. Oké. Hogyan kéne ezt egy ilyen agile-ban egyre olvasottabb és képzettebb HR osztálynak kezelnie? Alapvetően egyébként a fluktuáció egy jó része szerintem megelőzhető. Tehát, hogy ha magát a félelmet nézzük, ugye nekünk a félelmet kell meg a pletykákat kezelni. Tehát ugye a folyószói informális beszélgetések, a klasszikus mind meghalunk, amit már említettem, összeomlunk, minden fog itt történni, kirúgják a félbagást, tehát minden ilyenkor meg szokott jelenni a folyószókon, meg a konyhában. Tehát írtsuk a pletykát. Ezeket kell, tehát hogy a kommunikációt a cégnek mindenképpen magánál kell tartani, és az a minimum, hogy a HR-t és az Agile coachot ebbe bevonjuk. Tehát a kommunikációnak az alakítása, az egyének megszólítása, az összes szétszórt ezzel kapcsolatos információ, igen, és a pletykát menedzselni kell. Menedzselni kell a pletykát. Tehát, hogy tudnunk kell, hol benyomni, ugye ezre vannak például változásügynökök, tudnunk kell az informális szervezetbe adott pontokon benyomni azokat az információkat, amik utána szépen terítődnek, és a hülyeség helyett a valós, jogos, tényleges dolgokat írják le, ami az agile transformációval kapcsolatban felmerülhet.